Hídelőkelő. A közmédia, azaz a Fidesz, Tóth Gabit választotta az év női előadójának. Orbán Rachel barátnője csak úgy sikert sikerre halmoz. Na igen, barátok közt neres kiadásban. Megérdemli ezt a díjat a Gabi, aztat nézed, hogy énekel. Te, ez veszélyesebb, mint Brüsszel. Úgy látszik, a fejének ment az árstoppos UHT-tej. Ezek összecserélhették a Viktorral a gyógyszereiket. A Fidesz Beyoncé-ja valószínűleg ezzel a produkcióval akarta kiűzni Orbánból az ördögöt. Könyörgöm, nincs valami szűrő, mielőtt valakit felengednek a színpadra? Mondjuk egy drogteszt, vagy egy szonda? Javasolnám a NER művészeinek. Miután a tapolcai Csatkai Szűzanya megkapta a díjat, érte néhány negatív kritika emiatt. Ő meg rögtön szaladt siránkozni a nereskedelmi TV2-nek. És azt mondta Gabi, hogy őt csak azért bántsa mindenki, mert igaz keresztény és erős a hite. Édes kis kamumatyom, elmondanám neked, Gabikám, hogy nem a hiteddel, hanem a hitelességeddel van a gond. Elvégezted a Fidesz gyors talpnyalóját, ott mindjárt beindult a karriered is. Na igen, aki nem tud megélni a piacról, az odaáll a hatalom mellé. És láss csodát, már jön is a díjeső. Várjál már, nem elég, hogy szegény Tóth Gabit ennyit bántják a lépsik. Itt az újabb csapás, amit egy nemzetnek kell elszenvednie. Kassa Tibi bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. De ha ez nem elég nagy érvágás a magyarságnak, elmondta, hogy aztat is tervezi, hogy végleg elhagyja az országot. Na mi van? Ő is megnézte a Tóth Gabi videóját. Babáim, az van, hogy már kipörgettem ezt az országot, jó? Az a helyzet, hogy nekem nincs már kedvem falunapokon plébekelni. Utána meg a toj-toj budi mellett rátok tukmálni a challenge kapszuláimat. Ezeket a termékeket külföldről is rátok tudom sózni. Ja, úgyhogy diszidálok. Amúgy is itthon, már mindenkit lefogyasztottam. Testileg, meg anyagilag is. A fogyiszektás Kassa Tibi már lehet, hogy nem énekel nekünk többet, de szerencsére Kisgrofót még többször hallhatjuk. Hurrá! Ő lesz ugyanis a sztárfellépő a Gyöngyösi Kórházban a Semmelweis napon. Ha az egészségügyi dolgozók béremelés nem is, de legalább egy büntetést kaphatnak. Úgyis olyan kevés az országban az orvos, majd dr. Kisgrofó adjunktus mindenkinek megnézi a nézését meg a járását. Te, én úgy félek! Ez a kis romlott gulyás a kormányinfón bejelentette, hogy augusztus 1-jével vége az árstopnak. Na most szaladjál gyorsan megvenni az összes csirkefarhátat, amíg még kapol, aztán fagyasszad lefele. Hiányozni fog az árstop, édes Istenem, milyen jó dolog is volt ez. Áruhiányt okozott, brutálisan felverte a többi termék árát, de legalább többet mozogtál, mert a kasszánál visszafordítottak, hogy ezt vigyed vissza, mert ebből csak kettőt vehetel, ez árstoppos. Azzal indokolták az árstopp kivezetését, hogy évvégére úgyis már csak egy szám jegyű lesz nálunk az infláció. Hát persze, az az infláció, ami jelenleg is Európa rekorder 24%. Mondjuk a szomszédos országokban nincs is háború. Azért olcsóbb minden, mint nálunk. Legyen végre béke. Bezzeg a csicska baloldal, meg háborúpárti. Ezek háborút akarnak. Láttam is a plakátokat, amiket közpénzmilliárdokból ragaszgattak ki mindenfelé az országban. Ott akkor csodálkozol, hogy már Orbán és Lölő birtokán is mozgolódnak a tankok? Mert hogy már tankjuk is van. Gondolom ők is fének nagyon. Hát dehogy, csak Andi nem engedte meg, hogy játszak ezzel a World of Tanks-a. Úgyhogy vettem egy igazi tankot magamnak, meg a Viktor is vett egyet magának. Ami nekem van, az neki is van. Így egymás ellen is tudunk játszani, amikor nincs otthon a Andi, meg a Viktor papája. Ne mondjátok el senkinek. Múltkor ráhajtottunk a 60 pusztai birtokon a Pázsitra a tankkal. Aztán hazajött a Viktor apukája. Jó elverte a Viktort. Mondta is a Viktor apukája. Na ide figyeljetek, lurkok. Ha véletlen mégis utalna Brüsszel a családomnak, abból biztos nem kaptok zseppénzet. Találkozunk a Somogyi András önálló estjén. Mondom, hogy hol lép fel. Budapesten, Szegeden, Érden, Pécsen, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Győrben
és Debrecenben. Jegyek kizárólag online kaphatók a tiksa.hu per Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a Somogyi András YouTube csatornájára. Hát felcsútra biztos nem jött fellépni, ugye Andi?